Megyei közgyűlés, a magyar-ukrán határszakasz és a klímavédelem is a csütörtöki közgyűlés középpontjába került. A fertőzések nem ismernek határokat. Ezzel a címmel írtak alá együttműködési projekt szerződést határmenti kórházak Nyíregyházán. Dexam több újítást is bevezettek a Debreceni Egyetem saját fejlesztésű nyelvvizsga rendszerébe. A Szabolcs-megyei magyar-ukrán határszakaszon történő átlépést tenni hatékonyabbá a csütörtöki közgyűlésen megszavazott felterjesztés. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! A képviselők döntöttek egy olyan klímacselekvési programról is, amellyel 2030-ig 40% alá csökkentenék a károsanyag kibocsátást a megyében is. 6 pályázat plusz forrását is elfogadták, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi választási bizottság tagjait is megválasztották a megyeházán. A klímaváltozás, az üvegházhatás és a globális felmelegedés olyan napjainkat érintő fontos kérdések, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is érintik, és helyben megoldást kell találni rájuk. A kezdeményezések élére állt a megyei önkormányzat is. Elindult a fenntartható energetikai és klímacselekvési programok kidolgozása Szabolcsban. A pályázathoz kapcsolódva csütörtökön arról döntöttek, hogy a közgyűlés is csatlakozik a Polgármesterek Klíma és Energia Ügyi Szövetsége szervezethez. Ez 2008-ban indult Európában azzal a céllal, hogy egy platformba gyűjtse azokat az önkormányzatokat, amelyek egyetértenek az Európai Unió klímapolitikájával. Ennek értelmében vállalják, hogy 2030-ig 40%-kal csökkentik a károsanyag kibocsátást. Ennek elérését előtérbe helyezhetik majd a jövőben a terület és település fejlesztési operatív programok forrásainak felosztásakor, véli Veres János. Olyan pályázatokat lehet majd csak benyújtani és elfogadni, a közgyűlésnek támogatni, amely a klíma cél megvalósulását, azaz a kibocsátás csökkentést vagy elősegíti, de semmiképpen nem rontja a helyzetet, ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Ebből majd sok minden érdekes dolog fog következni a későbbiekben, csak szerettem volna, hogyha egyértelmű válik itt a közgyűlés ülésén, hogy amikor erről döntünk, akkor egy ilyen kötelezettséget a magunkra vállaltunk, ehhez az eszközt is meg kell találni, hogy hogyan tudjuk ennek a elérését segíteni. A Dorján Béla a közgyűlésen arról beszélt, hogy a megújuló energiaforrásokat is jobban ki lehetne használni. A Jobbik véleménye szerint a zöldmezős beruházásokkal szemben a barnamezős beruházásokat kellene nagyobb mértékben támogatni. A termőföldet nem célszerű kivonni annak érdekében, hogy megújuló energiatermelésre használják, és azon napelemes rendszert építsenek ki, vagy napkollektorokat helyezzenek el rajtuk, tette hozzá a képviselő. Van még egy nagyon-nagyon fontos tétele a mi kezdeményezésünknek, mégpedig az, hogy bármilyen állami vagy önkormányzati beruházásnál az organikus tervezési fázisok és építkezési folyamatok legyenek az elsődlegesen prioritást élvező formák. Ez azt jelenti, hogy ne építsünk úgy kerékpárutat, hogy kivágunk érte 150-200 vagy 1000 darab fát. A közgyűlés felterjesztési jogával élt a magyar-ukrán határátkelőn tapasztalható állapotok miatt. Ezen a határszakaszon nagyon nehézzé vált az átkelés az elmúlt időszakban. Ez a mindennapi kapcsolattartást és a gazdasági célok megvalósítását is nehezíti, közölte Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke. A magyar-ukrán határszakaszon is lennének olyan határátkelők, amelyek tulajdonképpen elkészültek, csak román-schengeni csatlakozása miatt nem lehet őket a hét mindennapján használni, hanem csak bizonyos időszakokban. Ezzel is jó lenne, hogyha persze nem a magyar félen múlik, vagy nem csak a magyar félen múlik, hogy ebben is előre tudnánk lépni, hiszen a migráció, mármint a romániai munkavállalók külföldi munkavállalása miatt vannak időszakok, amikor a magyar-román határszakasz is nagyon betúgul. Ilyen nem mindennaposan használt átkelő például a Zajta Nagypeleskei, az Ömböly Szaniszlói és a Garbolt Szárazbereki. A közgyűlés által elfogadott határozatot Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterhez és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyetteshez is eljuttatja a közgyűlés. Ez konkrét javaslatokat is tartalmaz a megoldásra. Erőforrások igénybevételével, ez jelent technikai, illetve emberi erőforrásokat is, plusz határőrök, vámosok beállítását is jelentheti, vagy új sávok beállítását, azon kell
dolgoznunk, azon kell dolgozni, hogy sokkal rövidebb legyen a határátkelés, mert sokszor ez órákba került. Most már a magyar-ukrán határszakaszon. A közgyűlésen továbbá megszavazták 6 terület és település fejlesztési operatív program többlet támogatását is. Így a Magyar Közút Nonprofit ZRT 3 projektje valamivel több mint 91 millió forint, Domrád város önkormányzata 56 millió forint, Nyírbogát nagyközség önkormányzata 201 millió forint, és Nyíribrony község 11 millió forint plusz forrást kap. A képviselők csütörtökön döntöttek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi választási bizottság tagjairól is. Több mint 1 millió eurós összértékű pályázatot nyert 3 határmenti kórház. A projekt keretében a betegbiztonság és a preventív infektológia fejlesztése érdekében fognak össze az egészségügyi intézmények. A tervezett beruházások csökkentik a kórházi kezelés idejét és a fertőző kórokozók kijutásának lehetőségét. A fertőzések nem ismernek határokat projekt keretében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórház, a Kisegyetemi Oktatókórház, a Munkácsi megyei gyermekkórház és az Ungvári megyei klinikai infektológiai kórház számos fejlesztést valósít meg a 2019. szeptember 1-től 2021. augusztus végéig terjedő időszakban. Ez főleg a határon túli kórházaknak jelenthet hatalmas segítséget. Sajnálatos módon, amilyen híreink vannak Ukrajnából, illetve Kárpátaljáról, az állami költségvetések, az egészségügyi költségvetések nem nagyon bírják azokat a kihívásokat, amivel egy modern egészségügynek rendelkeznie kell. Folyamatosan panaszok érkeznek erről a területről, illetve azt tudjuk, hogy Grezsa kormánybiztos úr mennyi védőanyagot, védőoltást vitt, amikor szükség volt rá a határon túlra, hogy a fertőzéseket meg tudjuk akadályozni. Tehát ott azt gondolom, még nagyobb jelentősége van ennek a pénznek, még inkább szükség van a fejlesztésekre, és hát biztos vagyok benne, hogy így a program keretében ezeket a pénzeket jól tudják felhasználni a határon túl is. A projekt legfontosabb célja a fertőző kórokozók azonosítási idejének csökkentése és a folyamat minőségének javítása, valamint a megfelelő gyógyszer meghatározása a bakteriológiai laboratóriumokban. Ilyen labor például nincs az Ungvári Infektológiai Kórházban, ezért a pályázatból kialakítanak egyet. Hasonlóan nagy mértékű, több mint 280 ezer eurós költségvetéssel fejleszti eszközparkját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórháza Kisegyetemi Oktatókórház is. Tömegspektrográfot fogunk vásárolni mikrobiológiai labor számára, tehát ez az eszköz felgyorsítja, pontosabbá teszi a diagnózist, és ugye ezáltal mind a betegellátásnak a minőségét tudjuk javítani, illetve gyorsaságát is, tehát egy labor vonatkozásába is. Hozzátartozik még reagenseknek a beszerzése is itt a mi intézményünkbe, illetve a Fehérgyarmat és a Vásáros Namélyi telepeinken pedig biztisztító berendezést fogunk venni. Ennek azért van jelentősége, mert azt tudni kell, hogy a vizsgálatokhoz szükséges megfelelő víz készletnek a rendelkezése nagyon lényeges, hogy ez mennyire tiszta. Az eszközökön túl kiemelten kezelik a pályázatban a határon túli szakemberek képzését is. Korábban már volt ilyen együttműködés a Nyíregyházi Kórházzal, a tapasztalatszerzést és cserét pedig a jövőben is folytatni szeretnék. Az idei évtől számos újítást vezettek be a Debreceni Egyetem saját fejlesztésű nyelvvizsga rendszerébe. A Dexam vizsgákon ezentúl például használható szótár is az írásbeli vizsgák egyes részein, valamint a felsőoktatási intézmény egészségügyi karán is lehet majd bizonyítványt szerezni Nyíregyházán. Így néz ki egy Dexam nyelvvizsga szóbeli része. A vizsgarendszer változásait bemutató konferencián a szakembereknek eljátszották, hogy a gyakorlatban milyen is részt venni egy ilyen megmérettetésen. A tanulók kettesével ülnek a vizsgáztatók elé, és például az egyéni bemutatkozások mellett páros feladatokat is kapnak. Ennek az a célja, hogy az életközeli beszélgetési helyzet kialakításával a hétköznapokban is használható nyelvi képességeket vizsgálják a szakemberek. A Dexam nyelvvizsga egy olyan speciális területet foglal magába, ami elsősorban azt mondhatjuk, hogy hallgató, barát. Tehát az az elsődleges célja, hogy arra koncentráljunk, hogy a gyerekek, akik eljönnek erre a nyelvvizsgára, valóban egy olyan nyelvtudással rendelkeznek-e, ami a való életben
az a szükséges és a rendelkezésükre áll. Ezért nagyon szeretik a hallgatók, mert igazán ilyen életszerű szituációkat kell produkálni. Nagyon jók benne azok az elemek, amelyek a páros szituációkra vonatkoznak. Tehát igazából az volt ennek a DEXAM típusú nyelvvizsgának a létrehozásával az egyetem célja, hogy egy életközeli helyzetbe vigye el a hallgatókat, és a tanulás folyamán is arra ösztökélje őket, hogy ez az életközeli helyzet megoldása legyen a szemük előtt. A vizsgarendszerben számos változás történt. Újítás például, hogy B2-es szinten az írásbeli feladatok, szövegértés és szövegalkotás részénél már lehet szótárat használni, és ezek után a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Karán is lehet majd vizsgázni. Augusztustól a UH Oktatási Hivatal határozata szerint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának és megadta azt a jogosultságot, hogy a DEXAM vizsgahelye legyen. Ugye a DEXAM ez a Debrecen Egyetemnek a fejlesztése, több mint 10 éve működik az ország számos területén, mi pedig most nyitunk vizsgahelyként, úgyhogy ősszel a vizsgára jelentkezők, a nyíregyháziak már itt nálunk is tudnak vizsgát tenni. A DEXAM egyelőre csak angol nyelven érhető el, B1, B2 és C1 szinten, azonban tervezik a német tananyag és vizsgarendszer kifejlesztését is. Bemutatta programját Nyíregyháza 8-as számú egyéni választókerületének közös ellenzéki képviselőjelöltje. Újhelyi János az infrastruktúra fejlesztése kapcsán fontosnak tartja a járdák, utak helyrehozását, elsősorban a belvárosban, a közvilágítás javítását, emellett szükségesnek látja fedett buszvárók kialakítását a Szarvas utca elején, valamint a játszóterek körbekerítését és fejlesztését. A közbiztonságot a térfigyelő kamerarendszer bővítésével és az önkormányzati rendészet létrehozásával javítaná. A zaj és légszennyezettség csökkentése és az anyatejleadó állomás újraindítása mellett a képviselőjelölt arról is beszélt, hogyan segíteni körzetében a szolgáltatások elérhetőségét. A Toldi utca, a nagyon sok tizemeletes lakóház megkívánná azt, hogy az emberek, az öregek, a nagyon sok öreg, igaz, vannak fiatalok is, számára könnyen elérhető szolgáltatások, esetleg egy nagyobb áruház létesítése van is ott a Móricz Zsigmond utca mellett erre egy lehetőség, és akkor mindent egyszerre beszerezni, nem kell botorkálni fél napokig azért, hogy a lakáshoz vagy az háztartáshoz szükséges dolgokat beszerezze. Borscht, pampuska, csavart fánk és kötött leves. Akár ezeket az ételeket is megkóstolhatják azok, akik kilátogatnak a felújított Sóstói Múzeum falu jövő heti rendezvényére, amelyen a régi Magyarország ízei vetélkednek majd egymással. Szeptember 8-án, jövő vasárnap újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sóstói Múzeum falu. A régi Magyarország ízei rendezvénysorozat nem csak a hazai, hanem szélesebb körben az egész Kárpát-medence magyarságának, illetve az itt élő nemzetiségek kulináris szokásainak és gasztronómiai sokszínűségének bemutatója. A harmadik alkalommal kerül megrendezésre a régi Magyarország ízei című nagy gasztronómiai rendezvény, amely a kárpát-medencei magyarság, illetve nemzetiségeknek az ételeinek, hagyományainak állít emléket. Ugye elég sok főzőcsapat is jön, és úgy készültek a múzeumfalusok erre az ünnepre, hogy a nyitással egyben egy olcsó belépőjeggyel készülnek, viszonylag szolidáró 300 forintos kóstolóeggyel. Tehát számunkra ez azért is nem csak a nyitás miatt fontos, hanem azért is, mert egy megújult környezetben fogadhatja majd a látogatókat a múzeumfalu, illetve ez egy olyan gasztronómiai rendezvény, amely sokkal szélesebb körben mutatja be az ételeknek a változatosságát, mint az összes többi gasztronómiai rendezvény, amit Nyíregyházán megrendezésre kerül. A régi Magyarország ízei nem csak gasztronómiai bemutató, hanem főzőverseny is, amelyre a határon túlról is érkeznek majd csapatok. 25 csapat vesz részt, a megye különböző területeiről érkeznek önkormányzatok csapatai, egyesületeknek a csapatai, és azt szerettük volna, hogyha azok az ízek megjelennek, vagy azoknak a tájegységeknek az ízei, amelyeknek az épületei megtalálhatóak a Sóstói Múzeum faluban, így érkeznek csapatok a Szatmári területről, a Beregi területről, illetve a Nyírségből is, és hozzák a maguk tájegységére jellemző ízeket. A múzeum felújítása mintegy másfél évvel ezelőtt kezdődött, azóta pedig csak részlegesen volt látogatható a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A jövő heti rendezvényen azonban újra nyitja kapuit a skanzen, ami egészen októberig várja majd a vendégeket.
Új vezetőedzővel, Bakó Botonddal és 10 új játékossal várja a bajnoki rajtot a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 nyitó fordulójában a várdaiak az újonc Szombathely csapatát fogadják. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. Az előző szezon utolsó meccséhez képest alaposan megváltozott hazai csapat fut majd ki a pályára a 2019-2020-as idény első meccsére a Várdai Sportcsarnokban. Dévényi János helyére Bakó Botond érkezett a kispadra, és 10 új játékossal is megismerkedhetnek a szurkolók. A szülés után visszatérő brazil világbajnok Samira Rosát persze nem kell bemutatni, de Tena Petika, Dajka Bettina, Udvardi Laura, Dombi Luca, Veronika Habánkova, Kondasova Izabel, Siska Pálma, Lajtos Nóra és Bárány Krisztina abszolút új szerzeménynek számít. A kisvárda 8 hét felkészülést követően várja az első meccset. Azt az eltervezett munkát, amit szerettünk volna, azt el tudtuk végezni. Hál' Istennek nagyobb sérülések nem nehezítették a munkánkat, így jó ütemben tudtunk dolgozni és haladni. Természetesen egy teljesen új csapatról, illetve felállásról van szó, amelyben rengeteg játékos kicserélődött a tavalyi csapathoz képest. Ez mindenképpen még látszik egyelőre a játékunkon, illetve a formánkon, az arculatunkon. Azt gondolom, hogy idő kell még ahhoz, hogy ez a csapat olyan szintre összekovácsolódjon és formálódjon játékot figyelembe véve stratégiailag, taktikailag, amit mi szeretnénk. Illetve vannak azért játékosok, akiket föl kell hozni egy sokkal komolyabb szintre, és a régiekkel megfelelően összecsiszolni az összhangot. A szombathelyi csapat újonc az élvonalban, így minden bizonnyal motivált lesz az első mérkőzésen. Ettől függetlenül a hazaiak számára a kötelező győzelem kategóriába tartozik a találkozó. Minden első mérkőzés nehéz, azt gondolom, mindenkiben lesz egy egészséges izgalom, remélem, és nem túlzott. Én nem szeretném, hogyha ezt túl gondolnánk, vagy túl sokat gondolkodnánk azon, hogy mi lesz, ha. Nekünk az a feladatunk, hogy a legjobbunkat nyújtsuk, tökéletesen felkészüljünk a mérkőzésre, mentálisan, taktikailag, stratégiailag, és pénteken felszántsuk a pályát a győzelem érdekébe. Én úgy érzem, hogy jó állapotban vagyunk, és készen vagyunk a feladatra. A kisvárda szombathelyi mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban, a Kölcsey Televízió nézői pedig szombaton 21 óra 10 perctől láthatják a találkozót. A serdülőknél a KSC Szekszárd, a junioroknál a házigazda Nyíregyházi Kosársulé nyerte a Szent Imre Gimnázium csarnokában rendezett felkészülési tornát. A kosaras hét még nem ért véget, a napokban ugyanis a kadettek és a felnőttek játszanak a szombaton záruló rendezvényen. A Nyíregyházi Kosársuli a hagyományokhoz híven ez évben is megrendezi augusztus végi tornáját, ahol a csapatok tesztelhetik, hogy hol tartanak a felkészülésben. A hét első felében a serdülők és a juniorok léptek pályára. Előbbieknél a Szekszárd végzett az élen, a junioroknál pedig az NKS lett az első. Persze ilyenkor nem az eredmény, hanem inkább a mutatott játék érdekli az edzőket. A tapasztalat az, hogy a torna jó időpontban, jókor van. Gyakorlatilag a csapatok a felkészülési időszak végén vannak. Egy hét múlva már élesben kezdődik például a junior és a serdülő selejtező, a legjobb 12-16 közé jutásért. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a torna eléri a célját, amire az egész szól, tehát a felkészülésben az edzők le tudják mérni azt, hogy a gyerekek hol tartanak, mi az, amit még esetleg finomítani kell, jobban kell hangolni arra, hogy a bajnokságot már teljes a harci díszben tudják kezdeni. Ez egy felkészülési torna, tehát nem a helyezések és nem az érmek színe az, ami meghatározó. Nyilván a gyerekeknek számít, az edzőknek is számít, a klubvezetőnek is számít, de nem ez az elsődleges és a legfontosabb cél, hiszen az, hogy bajnokságban hogy fogunk szerepelni, az az egész éves munkánkon eredményeképpen fog majd kijönni, és a felkészülés ennek egy fontos állomása. Mint a rendező egyesület elnöke elmondta, a csarnokon kívül is biztosítanak programot a vendégcsapatok számára. Igyekszünk nyilván a város bemutatni nekik. Óriási dolog, hogy a videófesztivál pont ebben az időszakban van. Tehát fel tudnak menni a városközpontban, részt tudnak venni a különböző koncerteken, jól érzik magukat. Valamennyi gyerekkel, akivel beszéltem, legyenek azok serdülők, juniorok, akik mindenki élvezte. A KSC, a Szekszárd az például hétfőn este átment a mérkőzések után Debrecenbe a B33 mesterek tornájára, mert nekik ez is egy óriási élmény. Nyilván Szekszárdról Debrecenig nem utaztak volna, de Nyíregyházáról átrándulni
Debrecenben az nem volt egy olyan nagy probléma. Megnézték a Vadasparkot, volt, aki az úszodába ment, mindenki próbálja megtalálni Nyíregyházán azt a szépséget, ami a tornatermen kívül még a városban megtalálható. Csütörtökön két újabb torna kezdődött el, a kadetteknél 6, a felnőtteknél pedig 4 együttes szerepel a szombaton záruló rendezvényen. Hazai pályán szenvedett egy gólos vereséget a Nyíregyháza Spartacus szerdán az NB2 hatodik fordulójában. Zorán Spisziak együttese 2-11-est elhibázva 2-1-re kapott ki a Tisza Kécskétől. A tabella 14. helyén álló Spari vasárnap Kazinc Barcikán lép pályára. Híradunk végén, lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A Szabolcs-megyei magyar-ukrán határszakaszon történő átlépést tenni hatékonyabbá a csütörtöki közgyűlésen megszavazott felterjesztés. A képviselők döntöttek egy olyan klímacselekvési programról is, amellyel 2030-ig 40% alá csökkentenék a károsanyag kibocsátást a megyében is. 6 pályázat plusz forrását is elfogadták, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi választási bizottság tagjait is megválasztották a megyeházán. Több mint 1 millió eurós összértékű pályázatot nyert 3 határmenti kórház. A projekt keretében a betegbiztonság és a preventív infektológia fejlesztése érdekében fognak össze az egészségügyi intézmények. A tervezett beruházások csökkentik a kórházi kezelés idejét és a fertőző kórokozók kijutásának lehetőségét. Számos újítást vezetnek be a Debreceni Egyetem saját fejlesztésű nyelvvizsga rendszerébe a következő tanévtől. Ezen túl például használható szótár is az írásbeli vizsgák egyes részein, valamint a felsőoktatási intézmény egészségügyi karán is lehet majd bizonyítványt szerezni B1, B2 és C1 szinten is, azonban egyelőre csak angol nyelvből. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 29-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Front nincs az ország legnagyobb részén, azonban továbbra is hőség, kánikula várható. Fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg teát, ásványvizet. Péntek reggeli gomoly felhőképződésre lehet számítani, néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalra 17 fok köré hűl le a levegő. Napközben gomoly felhős napos időre van kilátás, de helyenként eleredhet az eső. Az északkeleti szél néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul. A hétvégén aztán általában kevés felhő zavarja a napsütést, és inkább csak szombaton fordulhat elő itt-ott zápor, zivatar. A jövő hét elején egy hullámzó frontrendszer éri el hazánkat. Hétfőig azonban hazánk nagy részén folytatódik a kánikula.